16 éve annak, hogy október 23-án Gyurcsány Ferenc parancsára azonosító nélküli rendőrök rontottak a békés megemlékezőkre. A Fidesz ünnepi rendezvényén lovasrohamot vezényeltek az emberek ellen, akik között babakocsis anyukák és bottal közlekedő idősek is voltak. Viperával ütötték a megemlékezőket, és még az étteremből is kirángatták az ott vacsorázókat. A Gyurcsány terror célja a megfélemlítés és a hatalom megőrzése volt. Tari Judit Italinának érkezett vendége. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz, Áron, üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm kollégánkat, Császár Attilát is. Jó reggelt, szia! Szervusz, jó reggelt kívánok én is! Mindketten ott voltunk ezeken az eseményeken, és döbbenetes visszaemlékezni 16 év távlatából. Ugye az 50. évfordulóját ünnepelte volna akkor az ország 56-nak. Nem úgy sikerült ez a nap, ahogyan azt sokan gondoltuk. Te ott voltál az események helyszínén. Emlékszel, hogy pontosan hogyan töltötted október 23-át 16 évvel ezelőtt? Kinn az utcán, mint ahogy az összes többi napot. Akkor már hetek óta? Szeptember 17-e óta, igen, folyamatosan a kollégáimmal kint voltunk. És hát akkor azért már azt lehetett tudni, függetlenül attól, hogy október 23-án mi történt, hogy az akkori események teljesen egyértelműen a demokráciának, illetve a jogállamiságnak a súlyos megsértése volt az akkoriban a liberális kormány részéről. És hogy ez mennyire így volt, hadd meséljek el egy rövidke kis történetet. Amikor kínáltunk a parlament előtt, ugye tízezrek tüntettek az akkori kormány ellen, illetve Gyurcsány Ferenccel szemben. Több tüntető is odajött hozzánk, és mindannyian azt mondták, hogy ők baloldalra szavaztak, baloldaliakra szavaztak, MSZP-re, SZDSZ-re, de annyira megtévesztették őket, és becsapták őket, hogy soha többet nem fognak a baloldalra szavazni. Ezek nem Fidesz szimpatizánsok voltak és Fideszre szavazók, hanem kőkemény baloldaliak, és amit láttak Gyurcsány Ferenctől, illetve a kormányától, az kiábrándító volt a számukra. Teljesen egyértelmű volt. Akkor, amikor te kint voltál az utcán, és láttad a lovasrohamot, a rendőröket, a gumilövedéktől megsérült vérző arcú embereket, akkor ezt tudatában voltál, vagy talán nem is kérdésként kell ezt feltenni, hogy ez egy olyan történés, ami alapjaiban változtatja meg, ami egy fontos nap, bármilyen tragikus is, de egy olyan mérföldkő lesz Magyarország történelmében, amiről még sokáig beszélni fogunk. Hát igen, annál is inkább, mert hogy én azt gondolom, hogy október 23-a mindenki számára ünnep kell, hogy legyen. Ezzel szemben az akkor regnáló hatalom számára, és ezt a mai napig így érzem egyébként, ők október 23-át kihasználják, és saját politikai céljaik elérése érdekében, és nem ünnepelnek. Gondoljunk csak például a mai napra. Dobrev Klára utcára hívja az embereket. Utcára magyar ezzel a felszólítással. De emögött nem egyfajta pozitív üzenet van, hogy emberek, gyertek és ünnepeljük meg október 23-át, 66 évvel a történések után, hanem önös politikai céljai érdekében megpróbál zavart kelteni, kihasználja a pedagógus tüntetést, az embereknek a bizonyos fokú háborúval szembeni elégedetlenségét, és erre felültetve a saját politikai elképzeléseit, az árnyék kormány elképzeléseit, szembefordul tulajdonképpen a társadalommal, mert itt mi történik? Ha a magyar emberek érdekében politizálnának ezek az emberek, akkor az ő történelmi múltja, illetve a családfájának a történelmi múltja okán, akkor ugye jó néhányan megfogalmazták már ezt az elmúlt napokban, akkor ő otthon csendben lenne a villájában. Abban a villában, amiben szintén megvan a történet. Így van, de ezzel szemben nem, hanem ő hergeli az embereket. Akkor kérdezem én, hogy számukra október 23-a, illetve a történelmi múlt, a demokrácia, illetve a jogállamiság az mennyire fontos? Igen, itt a jogállamiság az egy érdekes kérdés pont a 16 évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban is. Ugye láttuk, tudjuk, hogy mi történt, készült több jelentés is, többek között ugye Pasa István volt alkotmánybíró, aki kerekperec megmondta, hogy terrorcselekmények történtek Budapesten. Ami el nem évülő cselekmény, azt azért tegyük hozzá,
és az, hogy most eddig még nem történt semmi elszámoltatás ebben a kérdésben, azért az nem... A rendőrvezetők közül volt, aki még kitüntetést is igen, hát az mondjuk szégyengyalázat volt. Egyébként ott ültem ezeken a tárgyalásokon, vagy Biszku Bélának a tárgyalásán. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy a mai magyar demokráciának a jogállamisági részének a megcsúfolása teljes egészében. De hogy azért valami párhuzamot is vonjunk ugye a mai ünnep apropóján meg 2006 kapcsán, azért mind a két esetben ott volt a megtorlás. Ugye a szabadságért küzdöttek az emberek 56. október 23-án. Megtorolták, megtorolta például az az apró Antal, aki Dobrev Klárának a nagyapja. Tudom jól, hogy a gyerekek azok nem felelnek az ősöknek a bűneiért, de azért valamiféle emberség, valamiféle a nemzettel szembeni tiszteletnek én azt gondolom azért lennie kéne annak is, aki ma politikai szintéren küzd, az emberek bizalmát szeretné megnyerni, kormányozni akarna. Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat valahogy azért tisztába kellene tenni. És aztán ugye 2006, ugye 56-ban megtorlás, 2006-ban ugyanúgy megtorlás volt, és annak a Dobrev Klárának a férje tette ezt, aki teljes egészében élvezte a kommunista hatalomnak minden előnyét, a családon keresztül, ugye. És hát ő mondjuk nem azzal a módszerrel, mint Apró Antal, de kardlapozással is itt a felkonferálásban is elhangzott. Gumilövedékekkel, könyvgázzal, viperával verték a saját nemzetének az embereit. Tehát azért ez egy szerintem nagyon súlyos dolog, és azok, akik bár nem szeretik mondjuk a jelenlegi kormányt, de mindentől elvonatkoztatva, ha csak szimplán a magyar nemzetet nézem, azért el kéne gondolkodniuk, hogy egy olyan ember, illetve annak a környezete, aki most politikai hatalomra tör, és ilyen múlttal bír, és a mai napig, tehát 16 évvel, 2006. október 23-a után, illetve az akkori őszi események után, még mindig nem kért bocsánatot a magyar néptől, ez szerintem azért egy fontos üzenete kell, hogy legyen a mai magyar társadalom felé ennek az esemény sorozatnak, tehát ezen el kéne azért gondolkodni az embereknek. És ugye ne felejtjük azt sem, hogy történt ott egy olyan momentum az eseménysornak, amikor ugye volt egy Fidesz nagygyűlés, ahol békés emberek hallgatták meg Orbán Viktor beszédét, és aztán kiderült a későbbi jelentésekből, hogy tudatosan terelték össze a tüntetőkkel ezt a tömeget, és hát ugye ott történtek azok az események, amik aztán olyan véres cselekményekbe fajultak el, hogy döbbenten néztük a felvételeket, és talán nézzük ma is, tehát még ma is hihetetlen, hogy ezek itt történtek Budapesten. Igen, és az egészben az a döbbenet, hogy akkor Gyurcsány Ferenc és társai voltak hatalmon. Tehát a titkosszolgálatoknak, a rendőrségnek tudnia kellett, hogy mondjuk mi várható ezen az ünnepen. Tudniuk kellett arról, hogy a tüntetők, a békés megemlékezők hogyan mozognak. Volt egy rendőri irányítás, volt egy politikai irányítás, azért valahol a szálak össze kellett, hogy érjenek, és aztán tudjuk, hogy kinél értek össze a szálak, Gyurcsány Ferencnél ebben a kérdésben. Tehát ott meg lehetett volna védeni október 23-ának a szellemiségét is, meg lehetett volna védeni azokat az embereket is, akik ünnepelni mentek. Ha meg fel kell lépni a tüntetőkkel szemben, akik agresszívek, akkor azt is meg kell tenni. De neki pontosan kellett volna tudni, hogy ennek mi az üzenete is, milyen veszélyt hordoz magában. Csak hogy itt nem ez volt a cél. A cél az volt, hogy a saját politikai hatalmát megőrizze, megvédje, de ez már az önkormányzati választásokra való készülés jegyében történt. Tudta nagyon jól, hogy az ő, hogy is mondjam, ereje megszűnt létezni a szocialista párton belül. Ezért volt a Balaton összedi beszéd is tulajdonképpen május 26-án, hogy megfélemlítse a saját embereit is, hogy gyerekek, hát itt nincs más ról szó, mint hogy egyedül én vagyok alkalmas arra, hogy Magyarország kormányfője legyek. És ezt
nyíltan megüzente ott a frakciülésen, gátlástalanul tette ezt, én azt gondolom. Tehát érdemes végighallgatni a hosszabb verzióját ennek az összedi beszédnek. Fönt van az interneten, bár egyébként szerintem még abból is kivágtak egy részt, mert lehet hallani, hogy azért nem igen, teljes a szöveg. Igen, ott gyanús, hogy ott valami igen, hiányzik, ki tudja, igen, és hogy meg igen, tudjuk-e valaha. Igen, tehát hogy ő ezt mind megtette a magyar emberekkel szemben, úgy, hogy ő akkor egy hivatalban lévő magyar kormányfő volt, és jóval később jelentette csak be a lemondását, ami már nyilván a párton belüli ellehetetlenülésének a következménye is volt. Szóval azért ez egy döbbenetes dolog. Én legalábbis azt gondolom, hogy majd ennek az időszaknak akár a sajtó által, vagy a történészek általi feldolgozása azért még sok érdekességet rejteget magában. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.